ezt a linket elküldöm nekik, és a szövegből meg kihagyok helyeket, és azt kell beírni. Számos köztük a német tantárgy házi feladatainak előkészítése is zajlik a Garai János gimnáziumban. A tanárok hétfőn azon dolgoztak, hogy a diákok akár még aznap estig megkaphatják a feladatokat. Hétfőtől ugyanis bezárták az iskolát. Orbán Viktor miniszterelnök bejelentése után hivatalos és nyilvános március 16-tól tantermen kívüli digitális munkarend van. A munkaközösség vezetőkkel folytatott megbeszélést Heimann Józsefné igazgató, hogy megoldják a felmerülő kérdéseket a rendkívüli helyzetben. Felmerült, hogy a középiskolákban végzősökkel hogyan lehetne megoldani, hogy elvégezzék az évet, hiszen ők érettségi vizsga előtt állnak. Heimann Józsefné igazgatónő azt mondja, 6 hét van hátra, melyből 1 hét a tavaszi szünet. Kértem az osztályfőnököket, hogy erről tájékoztassák a mai napon a szülőket is, hogy felveszik a kollégák már a mai napon a kapcsolatot a tanulókkal, diákokkal, és abban egyeztünk meg, hogy ugyanúgy, ahogy tanóráik lennének, valamilyen formában megpróbáljuk a kollégák is, mi magunk is az oktatást lebonyolítani. Ehhez nagyon jó eszközeink vannak. Így például az e-kréta online rendszeren keresztüli feladat, üzeneteket küldenek ki a diákoknak. De ott jártunk, ott különböző közösségi csoportok létrehozását is elindították. Akinek nincs az otthonában internetes elérhetőség, azon diákok kis létszámban igénybe vehetik az iskolában található informatikai laborban lévő számítógépeket. Üresen konganak a szekszárdi Garai János általános iskola folyosói is. Egyetlen tanuló szülei sem kérték a rendkívüli elhelyezést. Pekari Bernadett igazgatónő azt mondja, folyamatos kidolgozás alatt vannak a további oktatási részletek. Annyit tettünk meg, hiszen várjuk a központi utasítást, hogy mégis milyen portálon keresztül, hogyan, milyen módszerekkel tudunk majd oktatni. De aminek én nagyon-nagyon örültem, és nagyon nagy büszkeséggel tölt el, hogy tényleg olyan lendületes és kreatív kollégákkal vagyok megáldva, hogy már előre gyártott portfóliókat és különböző felületeket osztottak meg egymással ebben az A-csoportban. Én úgy gondolom, hogy fel vagyunk készülve, hogyha egyszer azt mondják, hogy most induljon be élesbe, így és így, akkor nálunk mind az A-csoportokban, mind a szülők kommunikációjával szerintem ez abszolút biztosított és megoldott. A szülőknek 2 napjuk lesz arra, hogy elvigyék az iskolából a gyerekek ott maradt holmiait.